Huntalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad. Mert hazám ott van a Kárpátok alatt, s népem a magyar. Huntalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell lejjen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Huntalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben és Istenben, ki a diadal. Huntalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, s maradok ezúton, még csak élek, töretlen hittel, ember és magyar. Születésének 108. évfordulója alkalmából Vas Albert erdélyi magyar író-költőre emlékeztek Gödöllőn 2016. január 8-án a Művészetek háza melletti szobránál. Éppen ma 108 éve, hogy 1908-ban Kolozsvár mellett Válaszút községben megszületett Vas Albert. Születésnapján itt, Gödöllői szobra előtt szeretnénk közösen csendesen fejet hajtani az író személye, írásainak szellemisége és szülőföldjének emberei, tájai és kultúrája előtt. Az ünnepség a Gödöllői Református Líceum tanárainak és diákjainak szervezésében valósult meg. Iskolánk az 1990-es évek végétől testvériskolája Vas Albert egykori alma máterének, a nagymúltú Kolozsvári Református Kollégium gimnáziumának. Így mindig megtiszteltetés számunkra, ha az író emlékének Gödöllői ápolásában részt vehetünk. Mindkét iskola közösen vallja, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Vas Albert életébe Szabó Zétény előadásából kaphattunk betekintést. Vas Albert szülei korán elváltak, a biztos pontot a nagyapja Béla jelentette számára. A kolozsvári Farkas utcai református kollégiumban érettségizett, ezután Debrecenben erdészeti diplomát szerzett, tanulmányait Németországban és Franciaországban folytatta. Apja betegsége miatt visszatért Erdélybe, de nem tudott a családjával foglalkozni, mert besorozták a román hadseregbe. Feleségül kellett vennie unokahúgát, Siemers Évát, ugyanis a családot az elszegényedés fenyegette, és csak így lehetett megmenteni. Évától 6 gyermeke született. Vid, Csaba, Huba, Miklós, Endre és Géza. Nagyapja 1936-ban meghalt, és megörökölte tőle az egyházi tisztséget, így az erdélyi református egyház főgondnoka lett. A második bécsi döntés által 1940-ben felszabadult Észak-Erdély területén, Dés településen erdész felügyelői tisztséget töltött be. A háború alatt zászlósi rangot viselt. Dálnoki Veres Lajos a keleti frontra küldte. Nem várta meg Észak-Erdély szovjet-román elfoglalását, hanem 1945-ben Dálnoki Veres Lajos ajánlására és parancsára emigrált Németországba. Távol létében apjával együtt Kolozsvárna román népbíróság halálra ítélte. Azzal vádolták, hogy felbújtott egy magyar katonai egységet az egyik román ortodox pópa megölésére. Az író családja tagadta a vádakat. A floridai Astorban halt meg 1998-ban. 1997-ben visszakapta a magyar állampolgárságát, de az igazoló okirat csak egy évre volt érvényes, így nem élt vele. Ettől függetlenül magyar állampolgárként halt meg. Sírja az erdélyi Marosvécs kastélyának a kertjében van. Ez az író kívánsága volt. Kemény János mellett nyugszik. 2007-ben a nagybányai Horthy Miklós által alapított Vitézi rend posztumusz tagja lett. Vas Albert nyilvánvalóan az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, bárhogyan is tagadják. Műveit egyre többen olvassuk, és haladunk afelé, hogy hivatalosan is elismerjék. Fújnak a fellegek, Zsomogy megy el felül, sokat gondolkoztam. A sorai felől. Sokat gondolkoztam, míg annak előtte felségetnél sorsunk, el vagyok eleve. Sokat gondolkoztam a régi atyákról,
református líceum diákjai énekkel is emelték a tisztelgés fényét. Árki Lili és Virág Eszter a bukovinai Isten segíts, illetve az erdélyi Lőrinc Réve faluból adtak elő népdalokat. Búsa kis gelice madár, búsa kis gelice madár, de én búsa vagyok annál, de én búsa vagyok annál, tyuhaja. Lám, megmondtam, kis gelice, lám, megmondtam, kis gelice, ne rakj fészket útszélire, ne rakj fészket útszélire, tyuhaja. Rakjál inkább az erdőbe, rakjál inkább az erdőbe, annak is a legmélyibe, annak is a legmélyibe, tyuhaja. Az ünnepségen Novák Gyula tanár úr Vas Albert utolsó versét, a Veletek maradok című költeményt is elszavalta. Ha majd eljön a nap, hogy többé meg nem találtok, azért ne búsuljatok, én itt leszek még. Megtalálhattok majd a lemenő napban, s esti röptében vízi madaraknak, lappantyú, rikoltó, párhívó szavában, s távoli hangjában egy méla bagolynak. Itt leszek mindig, őrt állva erdők csöndje fölött, s álmatok vigyázva. Mikor vágytok velem együtt lenni, csak ki az erdőbe menjetek, s álljatok meg valahol útnak oldalában, s figyeljetek. Puha susogásában a fáknak engem hallotok majd, amint kutyáimmal átsétálunk lepergő évek örök vadászmezőjén. Örvendjetek virágnak, lepkének, madárnak, egy halvány kis csillagnak az ég peremén. Hagyjátok, hogy az est megannyi árnya könnyedén magához vonjon kebelén. Mosolyogjatok csak, és én majd visszamosolygok rátok az örökké valóságból. Papitok, különben Cegei Vas Albert. Egy somogyi, majd egy gyimesi csángó magyar népdalt énekelt Kakucs Katalin, akit Furuján kísért Pertis Szabolcs tanár úr. Mikor a szóroson lemész, arra kérlek, vissza ne néz. Szívednek ne legyen nehéz, hogy a koszorúzáson Gödöllőváros önkormányzata nevében Pecze Dániel alpolgármester. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola. A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a Teleki Pál Egyesület. A Gödöllői Református Líceum. A Jobbik Gödöllői Szervezete. Vas Albert Gödöllői szoborállításának kezdeményezői Kis Antal és Klement Péter.
valamint a Történelmi Vitézi Rend és a Nemzeti Lobogó Társaság helyezték el Vas Albert szobránál az emlékezés koszorúit. Minden piros hajnal elő, minden piros hajnal elő, én könnyelmel megmosdom elő, én könnyelmel megmosdom elő.